Szóval lényeg az, hogy folytatta tovább a műsorunkat, Rákóczi Szövetség, és egy nagyon érdekes emberrel beszélget kis Ágnes, hallgassuk meg, és tulajdonképpen a Rákóczi Szövetség miről is szól, miért is jött létre a Rákóczi Szövetség, és mit is takar ez a név, hogy Rákóczi Szövetség. Ágikám, te jössz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunkban ma a Rákóczi Szövetségről fogunk beszélni. Csáki Csongor elnök úrral ülök itt szembe, és elsőként azt kérdezem, hogy hogyan alakult ez a szövetség. Ez egy régi történet. Én igazából 6 éves voltam akkor, amikor a Rákóczi Szövetséget megalapították. 1989 az alapítás éve, viszont a gyökerek azok még távolabbra mutatnak vissza. Már 1988-ban, amikor Magyarországon egy kicsit olvadni, repedezni kezdett a rendszer, akkor már elindult egy olyan kis mozgalom, főként értelmiségi emberek, és arról beszélgettek, hogy valamit kellene tenni azért, hogy a határon túli magyarokról tájékoztassák a magyarországi közvéleményt, hogy azt a tabu témát, ami az egész Kádár rendszert övezte, hogy a határon túli magyarokról nem igazán volt illdomos beszélni, gyakorlatilag el volt szigetelve ez a téma. Azt ők ott megpróbálták elővenni, ugye akkor a Bős Nagymarosi erőmű egy csomó olyan téma rengte körbe az országot, ami hogy is mondjam, napirendre tűzte a határon túli magyarság kérdését. És igazából 1989-re az az asztaltársaság, ami az Angelika Presszóban összejárogatott, és ott beszélgettek, az egyre inkább bővült, és pillanatok alatt százak, sőt ezrek csatlakoztak az akkor alakult Rákóczi Szövetséghez, aminek az eredeti neve még az volt, hogy a Csehországi Magyar Kultúra Baráti Köre, és akkor Kéfer István professzor úr adta azt a nevet, hogy legyen ennek a csapatnak, ennek az alakuló társadalmi civil szervezetnek a neve a Rákóczi Szövetség. Azt hadd kérdezzem meg, hogy hogy létezett az, hogy így az alakulás után, szinte pillanatok alatt azt mondta, hogy ezrek csatlakoztak. Hogy terjedt ennek a híre? A rádióban bemondták egyszer, hogy alakult egy Rákóczi Szövetség, ami a felvidéki magyarsággal szeretne foglalkozni, illetve egy-két napilapban is megjelent ez a hír, 89-ben, amikor már erről szabad volt írni. És igazából tudni kell azt, hogy a felvidékről, az akkori Csehszlovákiából 1945 után több mint 100 000 embert telepítettek át Magyarországra, vagy éppen üldöztek el. És hát ezek az emberek, akik, hogy is mondjam, csendben élték az életüket addig, végre azt hallották, hogy van egy szervezet, ami őértük meg a felvidéki magyarokért jött létre, és hát abban a euforikus rendszerváltás körüli hangulatban gyakorlatilag rögtön rohantak és két kézzel jelentkeztek, hogy ők ebbe a szövetségben valamit szeretnének tenni azokért, akik ott maradtak, rokonok, barátok, családtagok. És hát így indult a Rákóczi Szövetség. Jó, akkor a elmúlt 30 év története, tehát hogy akkor mik voltak a tevékenység, akkor hogy fejlődött ez a szövetség idáig, ahol most tart? Hát az első évek alapvetően arról szóltak, hogy a felvidéki kitelepítettek kárpótlása, hogy megszervezték azt a hálózatot, ami Pozsonytól Nagykaprosig a felvidéket összekötötte, városok, régiói próbáltak munkacsoportokat szervezni. Elindult Magyarországon is a szervezetfejlesztés olyan értelemben, hogy főként olyan településeken, mint Békés Csaba, Bátaszék, Bonyhád, Nyíregyháza, ahol sok úgymond felvidékről kitelepített ember volt, Tóth Kamos és egyéb településeket is lehetne sorolni. Ott gombamódra szaporodtak a Rákóczi Szövetség szervezetei. A budapesti szervezetvezetők meg tagok nagyon sokat jártak hát az akkori még Csehszlovákiában, ott 90 és 93 között, és gyakorlatilag arra törekedtek, hogy azokon a településeken, ahol a magyarok többségben vannak, és ugye 25 ilyen város van Pozsony és Nagykapos között, mindenütt létrehoztak egy sejtet, egy olyan munkacsoportot, amiben ott volt az egyház, az oktatás, az önkormányzat, az akkor éppen létrejövő vállalati szférának egy-egy képviselője,
esetleg csúnya szót mondok, a szubszidiaritás alapján próbáltak oda támogatásokat kihelyezni, arra kérve az ottani embereket, hogy az oktatásra és a kultúrára koncentráljanak. Ilyen módon próbálta segíteni az induláskor a felvidéki magyar oktatás és kultúrának az ügyét. Tehát ez volt az induló lépés, viszont a bölcsőnél már a csírái két fontos témának megjelentek, ez pedig nem más, mint a magyar iskolaválasztás a határon túli területeken, illetve az ifjúságnak az ügye. Ez a két téma volt az, ami gyakorlatilag a mai napig meghatározza a Rákóczi Szövetséget, és hát ezek a témák erősödtek az elmúlt években. A 2000-es évek legelején született egy döntés a Rákóczi Szövetségben, hogy akkor ne csak felvidékkel foglalkozzon, és eljutott a Rákóczi Szövetség oda 2020-ra, hogy több mint 300 középiskolai szervezet, több mint 200 települési szervezet, közel 30 ezer tag, számos rendezvény, ami mind azt szolgálja, hogy itt a Kárpát-medencében a magyar emberek között minél sokoldalú kapcsolatokat próbálja létrehozni, főként fiatalkorban. Milyen programokat szerveznek? Ha a 2020-as programtervünket vizsgáljuk, akkor abból az látszik, hogy több mint 80 programpont van ebben a listában. Ezek közül néhányat említeni. Ebből ugye itt azt tudni kell, hogy a rendezvényeknek a döntő része a középiskolásokra irányul. Azt gondoljuk ugyanis, hogy aki 14 és 18 év közötti, ebben az időszakban alakul ki az embereknek az identitásnak, meg a kapcsolatrendszernek egy nagyon fontos része. És nekünk az a célunk, hogy azok a fiatalok, akik kikerülnek a középiskolából, ők később is értékként tekintsenek arra, hogy ők magyarok. És ennek érdekében van egy diákutaztatási programunk, ami nemzeti ünnepeken, emléknapokon segít abban a diákoknak, hogy utazzanak. Ez 1994 óta létezik. Március 15-én a magyarországiak utaznak határon túlra, június 4-én bárki utazik bárhová, a Kárpát-medencében, akár egy kisebbségből egy másikba. A lényeg az, hogy legalább egy határt lépjenek át, és együtt legyenek, együtt csináljanak valamit a diákok az iskolák. Illetve október 23-án pedig az a jellemző, hogy a külhoniak, a határon túliak jönnek Magyarországra, és akkor itteni iskoláknál ünnepelnek közösen. Tavaly 22 ezer diák utazhatott ezzel a programmal. Ez azt jelenti, hogy akkor egy ilyen pályázati rendszerrel tulajdonképpen így oldják meg a támogatást, és a felhasználást azt meg rábízzák azokra, akik a programokat szervezik. Egészen pontosan a Rákóczi Szövetség azt mondja, hogy aki pályázik, és bármelyik Kárpát-medencei iskola pályázhat, 300 ezer forint maximális utazási keret támogatást érhetnek el. Az iskolákat arra kérjük, hogy a hozzájuk legközelebbi régióból választanak egy olyan vállalkozót, aki meg tudja oldani az utazásokat. Az iskola ellátogat, küld a utazást követően nekünk egy beszámolót, fotókat, az applikációt, amit a diákoknak találtunk ki, oda feltöltik az élményeket, az egyebeket, és gyakorlatilag amikor megkaptuk a beszámolókat, a számlát, a menetlevelet, az utaslistát, akkor a 300 ezer forintot kifizetjük a vállalkozónak. Nyilván, ha kevesebbe került az utazás, akkor a megfelelő összeget fizetjük ki. Ez akkor buszbérlés tulajdonképpen. Így van, ha pedig drágább az utazás, akkor vagy a szülők, vagy az iskolák egészítik ki. De azt látjuk, hogy töretlen a népszerűség ennek a programnak. Idén március 15-én is hát több mint 120 iskola kell útra, és járják be a Kárpát-medencét, pontosabban kötik össze a különböző pontokat. Egy pár ilyen személyes élményt tudna mondani, hogy ezek a gyerekek mit élnek meg, hogy én Buenos Airesből, te, nem tudom, Nagyszalontáról, ő meg mondjuk Beregszászból, és akkor magyar-magyar. Én is magyar, te is vagy, szóval, hogy ez milyen élmény nekik? Mi azt látjuk, hogy pillanatok alatt valahogy ráéreznek a fiatalok arra, hogy én is magyar, ő is magyar, mindannyian magyarok vagyunk, van bennünk valami közös. Közös a sorsunk, a múltunknak nagyon sok része, és hát ezek a kapcsolatok pillanatok alatt létre tudnak jönni egy ilyen helyen, egy ilyen helyzetben. De volt egy olyan történetünk is, amikor ez az egész diaszpora program elindult, és megérkezett egy dél-amerikai csoport, egy magyar kislány, és az első este éppen vacsorázott a társaság, és hát azt láttuk, hogy az egyik kislány ott sírdogál az étel fölött, és hát próbálták őt a kollégák kérdezni, hogy mégis mi a probléma.
és akkor elmondta, hogy hát igazából a rántott hús a probléma, mert hogy az ő anyukája magyar volt, akit ő elveszített, és az anyukája szokott rántott húst készíteni. Tehát, hogy ki mer mit, mi hozzá az identitást, meg a magyarsághoz való kapcsolatot. Azt gondolom, hogy nagyon sok történetet lehetne mesélni. Egyrészt a találkozásokról, másrészt pedig azokról az élményekről, amiket mi szerzünk a fiatalok történetein és a velük való találkozásokon keresztül. Most azok az emberek, akik 10-15 éve diákként, középiskolásként vettek részt ezekben a táborokban, mára felnőttek. És van-e visszajelzés arról, hogy mennyire tartják a kapcsolatot azokkal, akikkel itt megismerkedtek, vagy milyennek az utóhatása, van-e valami lekövetés ebben a szempontból? Nehéz ezt követni, viszont mi azt gondoljuk, hogy aki egy kicsit megfertőződött középiskolásként ezzel a témával, egy-egy utazással szerzett élményeket, az aztán nem válik közömbössé a későbbiekben. Annak többet nem kell azt elmagyarázni, hogy a Mára Maros szigeti magyar az miért magyar és miért nem román, hanem az egy, hogy mondjam, kézzelfogható tapasztalat lesz számára, hogy ott éppen ugyanolyan középiskola van magyar nyelven, mint mondjuk Nyíregyházán. De vannak olyan konkrét esetek is, hogy esküvői meghívókat kap a Rákóczi Szövetség olyan fiataloktól, akik adott esetben egy-egy ilyen rendezvényen ismerkedtek meg. Tudunk olyan baráti körökről, akik középiskolásként voltak együtt Sátoraljaújhelyen évekkel ezelőtt, és a mai napig összejárnak, és rendszeres az életükben az, hogy nyáron egyszer találkoznak. Olyannal is találkozunk, hogy felhív minket egy fiatal vállalkozó, aki elmondja, hogy ő nagyon sokat kapott a Rákóczi Szövetségtől néhány évvel ezelőtt, és miben tud most nekünk segíteni. Tehát, hogy érződik és tapasztalható az, hogy ezeknek az emberi kapcsolatoknak van utóhatása, és hát abban bízunk, hogy a nemzetügyéhez, a nemzetszolgálatához ez a munka, ami egy nagy közösségnek a összeadott erejéből születik, ennek lesznek hosszú távú pozitív következményei. Ugye eddig legfőképp arról beszélt, hogy a középiskolás korosztálynak nyújtanak programokat, meg hát egyfajta ilyen magyar identitásépítést, de hogy azok, akik 30-asok, 40-esek, 50-esek, azok találnak-e valamit, vagy terveznek-e ilyet, hogy ő feléjük is nyitnak? Hogy is mondjam, nem kell külön nyitni. Igazából a középiskolásokon nagyobb a hangsúly a Rákóczi Szövetség életében, illetve azon is nagy a hangsúly, hogy a kiohani szülőket arra igyekszünk bátorítani a magyar iskolaválasztási programunkkal, hogy ne a többségi nemzethez tartozó iskolát válasszák, hanem a helyi magyar nyelvű iskolákat, mert az a több lett tudás, az a több nyelv, több kultúra, a nagyobb érvényesülésnek az áloga. A tevékenységünk másik része erre irányul, de a települési szervezeteink, amiből több mint 200 van a Kárpát-medencében, ahol felnőtt emberek, hogy is mondjam, fogtak össze a Rákóczi Szövetségügyért, nekik is igyekszünk a különböző pályázatainkkal lehetőséget teremteni arra, hogy helyi kezdeményezéseket felkaroljunk. Most a nemzeti összetartozásaival apropóján is vannak olyan pályázataink, amivel azt igyekszünk elősegíteni, hogy erről megemlékezzenek, erről szervezzenek különböző rendezvényeket egy-egy településen, legyen ez téma. Fontosnak tartjuk minden évben azt, hogy az április 12-i felvidékről kitelepített magyarok emléknapján egy kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt több mint 100 000 ember sorsáról volt szó. Napirenden tartjuk Eszterházi János felvidéki mártírsorsú politikusnak a személyét. Arra is lehetőséget teremtünk az idősebb generációnak, hogy Kárpátaljára utazzanak. 2016 óta van egy olyan programunk, ami azt szolgálja, hogy minél több közösség legyen, az nagy családos, egyházi közösség, önkormányzathoz kapcsolódó közösség, tantestületek, hogy menjenek oda, találkozzanak az ottani emberekkel, költsék el ott a forintjaikat, és kézből kézbe adva ezeket a jelképes, meg valós támogatásokat, ezzel segítsék az ott élő embereket, hogy ne adják fel a reményt, ne hagyják el a szülőföldjüket. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy a Rákóczi Szövetség nyilván a támogatói bizalmának köszönhetően végezheti a munkáját. Ennek a bizalomnak próbálunk megfelelni, és az a fiatal csapat, akik itt dolgoznak a budapesti központban, a központi rendezvényeket bonyolítják, de emellett a Rákóczi Szövetség a szürke hétköznapokban a tagságának és azoknak a lelkes, elkötelezett önkéntes embereknek köszönheti
a létét, meg az eredményeit, akik özetlenül végzik a mindennapokban a munkát. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatóink, Kis Ágnes riportját hallották Csáki Csongorral a Rákóczi Szövetségtől.